Sziasztok! Ez itt a Mise Vlog. Az előző részben megismerkedtünk a templommal, a Szent Mise helyszínével. Most pedig azt fogjuk megnézni, hogy mit is kell tenni, ha belépünk egy templomba, illetve hogy hogyan is kezdődik maga a Mise. Amikor bemegyünk a templomba, keresztet szoktunk vetni. A homlokunkat, a szívtájékunkat, a balválunkat és a jobbválunkat érintjük a jobb kezünkkel. Ilyenkor magunkra vesszük Krisztus keresztjét, és mivel közben azt mondjuk, hogy az Atya, a Fiú és a Szentélek nevében, ez már egy imádság, valamit a Szent Háromság, azaz Isten nevében teszünk. A keresztnek van vízszintes és függőleges síkja, a függőleges összeköt bennünket Istennel, a vízszintes pedig a többi emberrel. Egyfajta közös imádságra hív. A keresztvetést szentelt vízbe mártott kézzel is megtehetjük, hiszen a templom bejáratánál ott találjuk a szentelt víztartót. Ilyenkor kérhetjük Istent, hogy mossa a bűneinket, tisztítsa meg a lelkünket. Téldet is szoktunk hajtani, ezzel köszöntjük az oltári szentségben jelenlévő Jézus Krisztust. A térdhajtáskor a magasságunknak a felét adjuk oda, ez az alázat kifejezése is, hiszen Istenhez képest mi apró teremtmények vagyunk. A szabályos térdhajtásnál a jobb térd érinti a Földet. Tehát a keresztvetés egy imádság, a térdhajtás pedig egy köszönés. Miután térdet hajtottunk és keresztet vetettünk, helyet foglalunk a padban vagy a székeken. Jó a Szent Mise előtti részt kicsit csendben tölteni. Ez alatt letehetjük a gondjainkat, átgondoljuk az előző hetünket, és arra figyelünk, hogy Jézus Krisztussal fogunk találkozni a Szent Misében. Itt ejtsünk néhány szót a különböző testtartásokról, hiszen a Szent Mise alatt is van, hogy állunk, térdelünk, vagy éppen ülünk. Melyik mit fejez ki? A szedmisen nagy részén ülni szoktunk, az ülésben oda tudunk koncentrálni arra, amit éppen mondanak, felolvasnak, vagy éppen ami történik. Amikor felállunk, az a tiszteletünket adjuk meg, ami se elején szoktunk felállni, vagy éppen a mi atyánknál, vagy más részeknél. Amikor állunk, akkor még koncentráltabban tudunk arra figyelni, amit hallunk, például az evangélium alatt. A térdelés, az alázat kifejezése, az imádásnak a gesztusa. Nyilván, hogyha valakinek fájós a térde, akkor ehelyett állhat is, ezzel is kifejezi azt a tiszteletet, amit a térdelés is önmagában kifejez. Van egy speciális testtartás, ami ritkán fordul elő. Ez pedig a leborulás. Nagy pénteken, amikor Jézus kereszthalálára emlékezünk, kifejezzük ezzel a leborulással Jézus teljes önátadását az atyának, és ami hálánkat, hogy értünk halt meg. A kezeinkkel is sok mindent kifejezhetünk. Az imádság közben általában összekulcsoljuk, vagy összetesszük a kezünket, ez abban segít, hogy jobban tudjunk koncentrálni, odafigyelni az imádságra. Mi papok többfajta kéztartást is alkalmazunk a Szent Mise alatt. Az egyik ilyen az úgynevezett oránte kéztartás. Ilyen ábrázolást már az első századokból találunk a katakombákban. Ilyenkor a két tenyér egymás felé néz, de mégis a kitárt karok Isten felé való nyitottságot fejeznek ki. A szentmisét felszentelt pap vagy püspök mutathatja be. A felszentelt diákónus az evangéliumot olvashatja, prédikálhat és az áldoztatásban segít. Szükség van még lektorra, aki a szentírási részeket olvassa fel, tehát ő egy felolvasó. Akolitus az áldoztatásban segíthet, a kántor pedig a nép énekét vezeti, hol organával, hol a capella, hangszer nélkül. Az ő munkáját segítheti egy énekkar, egy szkóla, ami szintén azt szolgálja, hogy többen tudjanak bekapcsolódni az énekbe. A szentmise előkészítésénél pedig a sekrestésre van szükség, ő készíti elő az oltárt, készíti elő a miseruhát és minden egyebet, ami a szentmiséhez szükséges. A szentmisében segítenek még a minisztránsok, ők minden egyéb feladatot ellátnak az oltár körül. A hívek tehát csendben várják a szentmise kezdetét, melyet csengő szó jelez. A csengőre felállunk és elkezdődik a bevonulási ének, amely alatt az asszisztencia és a papság a szentélybe vonul, és a pap az oltárhoz megy és megcsókolja azt. Miért teszi ezt? Két oka van. Az egyik, hogy az oltárokban gyakran erekjék vannak elhelyezve, mert az ősegyházban is gyakran miséztek vértanúk sírja fölött. Ez egyfajta köszöntés is a szentek egyességét, a szentek közösségét fejezi ki. Másrészt pedig az egyik prefáció, egy előkészítő imádság azt mondja, hogy Krisztus a pap, az oltár és az áldozati bárány. Ő maga a húsvéti áldozat, amely által örök életet nyertünk. Innentől kezdve minden liturgikus meghajlás afelé az oltár felé történik, melyen a szentmisét bemutatjuk. Egyes alkalmakkor nagy bevonulást tartunk. Ezt a bevonulást vezeti a körmeneti kereszt, utána hoznak két gyertyát és hozhatják az evangéliumos könyvet is. Főbb ünnepeken tömjén füstel vonulunk, és ezzel a tömjén füstel a pap a szemmise kezdetén megtömjénezi az oltárt. A tömjén füstje, hogy felszáll, kifejezi mi imádságunkat, ahogy a Zsoltáros mondja, szálljon fel imám, mint a tömjén füstje. Megszenteli a teret, és a tömjén illata is ezt a fajta liturgikus emelkedettséget szolgálja. A legtöbb templomban van úgynevezett főoltár és szembemiséző oltár. A második vatikáni zsinatig a pap latinul és háttal misézett, kifejezve ezzel a pap közbenjáró szerepét, ő imádkozik a népért, mindannyian egy irányba nézünk. A második vatikáni zsinaton hozott liturgikus reform által a pap legtöbbször népnyelven misézik, az oltár középre kerül, és ezáltal a hívekkel szemben mutatja be a papa szentmisét, kifejezve azt a közösséget, kommuniót, melyben mindannyian részesülünk. A szentmise keresztvetéssel kezdődik, majd a pap így köszönt, az Úr legyen veletek, és erre válaszoljuk, és a te lelkeddel. Ez a kezdeti párbeszéd is kifejezi, hogy maga a szentmise nem egy előadás, ahol valakik előadnak valamit, és a többiek passzívan nézik. A Szent egy közösségi áldozat. Én is jelen vagyok, aktívan veszek részt benne, bekapcsolódom az énekbe, az imádságba, és együtt imádkozunk mindenkiért. Minden Szent lehet szándéka. Valaki arra kér, hogy imádkozzam értemet, holnap vizsgázik, megtehetem. Valaki kéri, hogy gyógyulásáért imádkozzam, megtehetem. De a Szent Mise a legtökéletesebb imádság. Ezért szoktuk felajánlani élőkért, elhonytakért, jó szándékra vagy éppen hálából. Ha neked is van olyan szándékod, amiért szeretnéd, hogy szentmisét mutassanak be, akkor keresd fel a helyi papot, a plébánost, és kérd meg, hogy a következő szentmiség valamelyikét a te szándékodra mutassák be. Ilyenkor szép szokás az úgynevezett stipendium, amikor anyagilag is hozzájárulunk a szentmise áldozathoz. Ennyi fért a mai Misevlogba, a következőt a bűnmálati résszel fogjuk folytatni.